Mi van veled, Benedikt? A barátom voltál! És most 360 fokos fordulatot vettél? 180 fokosat, te hülyes, spagettizabáló kretén! 180 fokosat! 360 fok egy teljes fordulat, és akkor ugyanott lennék, ahol kezdtem! Mi? Higgyél nekem! Mikor javítják meg a távolsági vonalakat? Talán valamikor, holnap. És mivel akkor, ha nem lesz holnap? Most is másodszor van ma. Halló? Halló? A fekete mamba mérge 4 óra alatt végez az emberrel, ha mondjuk bokán vagy ujjon harapja. Ha azonban az arcod vagy a törzset marja meg, a bénulásos halál 20 percen belül beállhat. Figyelj, mert ez az, ami rád vonatkozik. Egyetlen marásával is gigászi mennyiségű mérget fecskendez be. Imádom ezt a szót, hogy gigászi, de sajnos csak olyan ritkán használhatom. És az év felfedezettje, aki ma először lép a kamerák elé, Rupert Pupkin, a show műsorok új királya! Rupert, és most egy nagy tapsot Jennek! Éjszaka hal! Hagyj békén, mama! Na, már megint kezdve. Hallod, kisfiam? Na! Csak nyugalom, halkítsd le! Nem halkítom le, ezt muszáj megcsinálnom! Csinálj, amit akarsz, csak halkabban! No! Ó, édesapám, annyira jól érzem most magam. Boldog vagyok. Lehetsz is, Jászmin. Kiválasztottam a jövendőbeli férjedet. Tessék! A vőlegényed, Jafar. Látom, hallgatag lettél, az pedig jeles asszonyi erény. Márpedig sosem megyek hozzá. Az én iskolám az utca, a tanárom pedig egy rám szegezett revolver ásító csöve volt. Én napi $50 kapok plusz költségtérítést, uraim! És Miss Sheffingtonnak 3 év és 2 havi bérével tartozom, igaz, szívé? Tudod, hogy engem nem érdekel a pénz, szívé? Engem sem. Megkérhetném valamelyiküket, hogy kínálja meg a barátnőmet egy pohár olcsó fehér borral. Én addig megyek, megkeresem a klotyót. Annyit beszélek, hogy néha megfeledkezem róla. Ezek kik? A külföldi nagykövetségek érdekképviseletek, diplomáciai testületek képviselői. Eközben a műtőben nem is lesz. Avatatlan szemek elől az utolsó eligazítás. Itt egy 100-as menj le a pajtásba. Tessék, Petya, hozz egy üveg kőbányait, jó? Oda nézzetek, arra a holdra mehet. Megpróbálom lekapcsolni, mielőtt odaér. Ez nem hold. Ez egy űrállomás. Túl nagy az űrállomásnak. Valami nagyon rossz érzés fogott el. Forduljunk vissza. Ja, az lesz a legjobb. Megfordulunk. Csuvi, add rá a tartalék energiát. Csuvi, add rá a tartalékot. Megkínálhatlak egy rágóval, vagy talán egy tiktakkal. Jaj, Istenem, már mint rühellem, ha ilyen vagy, Párni, tényleg? Na figyelj! Ha elmondod, mit jelentenek a sátáni jelek, még jobb, ha segítesz kiiktatni ezt az önelégült férget a világegyetemből. Visszaadom neked Valentinát. Mire lejöttem, te már elmentél. Elém, kisétáltam. Miért? Nem tudom. Úgy éreztem magam, mint egy rémült gyerek. Mintha fuldokoltam volna. Te féltél? Igen. Azt hittem, észrevetted. Visszamentem a tábortűzhöz. El akartam futni a szégyenem elől. Valami olyat mondtam. Igen. Azt mondtad, hát menj. De annyi megvetéssel. Ó, sajnálom. Drága mockom. Nem Tedinek. Papának hívtalak. Papa. Tudom már, miért jöttem vissza. Tudom, hogy miért nőttem fel. Apa lettél, Peter. Apa akartam lenni. Hogy vagy képes erre, Vincent? Hogy voltál képes erre? Vissza kell mennünk! Nem, túl messze vagyunk. Közelebb van a másik part. A másik part? Azt akarod, hogy meghalljunk? Tudod, hogy csinálta Mentort? Nagyon egyszerű a válasz. Nem tartalékoltam a visszaútra. Eljött érte, mivel valaki azt parancsolta a lovasnak. Aki ásott a nyugati pagonyban és ellopta a koponyát. A fejet, melyet vissza kell adni a lovasnak, mielőtt visszatér. Azt tette, aki egy vagyont nyerhet az ügyön.
Nem más, mint Van Garrett legközelebbi rokona, Baltus Van Tessel. Jól van, menj. Előtte spórolj pár hónapig, aztán nyomás. Tessék, most boldog vagy? Megyek, lezuhajzom. Menjünk most. Én kész vagyok, mi? Mit várnánk? Jobb késő bánat, mint soha, aki korán kell, ne halasz honlapra! Bátorság nélkül nincs győzelem. Egy kurva nagy fekete-fehér hajó a kikötő közepén. Maradjon vonalban. Persze, hogy vonalban maradok. A hallgatóságra való tekintettel rövid leszek és nagyon tömör. Ez itt a roncstemető. Ez itt a hangár, és ez itt a gépünk. Ez mi? Egy kődarab. Üdv a rossz csontok között. Rádzsák rossz csontjai! Vigyelj! Vigyelet! Új űrmarsalunk van, és új a haditerv. Egyenként fogjuk megtisztítani Klendatú előretolt állásait. Holnap Tango Urillával kezdjük. A flotta megbombázza a bolygót, mi meg takarítunk. Folytassák. Csak nem biztos, hogy ez az ő világa. Mi az, hogy nem az ő világa? Hogy nem az ő világa? Nem az ő világa? Mi a faszt akarsz ezzel mondani? Semmit, Harry. Az a város olyan, mint egy kibekúrt tündérmese. Ez a kibaszott tündérmese nem az ő világa? Az hogy lehet? A csatornák, a hidak, a macskakövek? Az a sok mesebeli lófasz, hogy a faszomban ne lenne a világa valakinek, bazd meg? Azt akartam ezzel mondani, hogy... Na, hagyjuk, még megvannak? Igen, igen, megvannak. Hogy a faszomban nem az ő világa, az a sok szájba baszott hattyú? Hogy a faszomban? Miguel Diner is gel mazmo hentar Gario Lentrot. En Valeria wepo anagarixan. Valeria munio engas nuhis isa. Nova Gavi! Axia osentas, menti osentas. Kiloni pilos lue vale tolvi osinetas. In nini atrikatas. Ornei lue tolve prisotas. Yes. Dr. Meridian, Chase. Emlékszik rám? Hogy is ne emlékeznék? Dr. Burton azt mondta, hogy ön ismeri Batmant. Nem mondom el, ki ő valójában, hanem kéri szépen. Edward, kérem, kicsoda Batman? Én vagyok!